Németország belügyminisztere és szociális ügyekért felelős minisztere is Kijevbe utazott hétfőn, hogy Ukrajna háború utáni újjáépítéséről és a háborús bűnök kivizsgálásáról tárgyaljon a kormány több tagjával. A háború kitörése óta ez az első ukrajnai látogatása a német tárcavezetőknek, számolt be az MT. Nancy Faeser és Hubertus Heil Kijevben megbeszélést folytat Denis Monastirsky ukrán belügyminiszterrel, Szerhij Kruk polgári védelmi vezetővel, Julia Sviridenko miniszterelnök helyettessel, Oksana Zsolnovics frissen kinevezett szociálpolitikai miniszterrel, valamint Vitalij Klitschko kijevi polgármesterrel. A megbeszélések középpontjában elsősorban az áll, hogy miképpen javítható az ukrán rendőrkapitányságok, a tűzoltóállomások, a katasztrófavédelem és a mentőegységek működése és hatékonysága a háború sújtotta országban. Tárgyalnak a kiberbiztonság, a fegyvercsempészet, az aknamentesítés helyzetéről, valamint a háborús bűnök törvényszéki és igazságügyi kivizsgálásáról is. Szóba kerül majd az ukrán menekültek jelenlegi státusza, jövőbeli kilátásaik Németországban, valamint lehetséges visszatérésük Ukrajnába. A német delegáció generátorokat és a légi felderítést végző, pilóta nélküli drónokat tartalmazó segélyszállítmányokat is átad az ukrán vezetésnek. A török védelmi minisztérium a napokban tájékoztatást kapott arról, hogy rakétatámadást mértek az odesszai kereskedelmi kikötőre. Az illetékesek telefonon beszéltek Olekszij Reznikov ukrán védelmi miniszterrel és Olekszandr Kubrakov ukrán infrastrukturális miniszterrel is. Megkapták tőlük a szükséges információkat, de az oroszok határozottan állították, hogy semmi közük a támadáshoz, mondta el Hulusi Akás török védelmi miniszter. Vasárnap azonban a Kreml mégis megerősítette a rakétacsapást. A Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium sajtóreferense egy Volodymyr Zelenszkijt kritizáló bejegyzésben beismerte, hogy az orosz hadsereg támadást mért az odesszai kikötőre, azonban azt állította, hogy katonai objektumra céloztak. A kikötő elleni támadás közvetlenül az isztambuli gabonaegyezmény aláírása után történt, ami nagy aggodalommal töltötte el Törökország védelmi minisztériumát, valamint az ENSZ-t is. Megérkeztek Ukrajnába a Lengyelország által felajánlott PT-91-es harckocsik, mondta el Krisztof Platek. A Lengyel Védelmi Minisztérium fegyverzeti osztályának szóvívője az egyik országos tévécsatornán beszélt arról, hogy korábban Lengyelország 200 T-72-es harckocsit adott át az ukrán fegyveres erőknek. Az Ukrajnának felajánlott tankokért cserébe amerikai Abrams harckocsit kaphatnak a lengyelek. A PT-91-es a szovjet eredetű T-72-es jelentősen modernizált változata. Lengyelország összesen körülbelül 230 ilyen harckocsival rendelkezik. Platek elmondása szerint nem küldték el az összeset Kijevnek, pontos számot azonban nem árult el. Úgy fogalmazott, jelentős mennyiséget ajánlottak fel az ukránoknak. A szóvivő azt is közölte, hogy a tankokat szállító vasúti szerelvény már megérkezett Ukrajnába. Az ukrán külügyminisztérium segíti az országot elhagyni kényszerült állampolgárait, ám céljának tekinti minden honfitárs hazatérését, jelentette ki Dmytro Kuleba külügyminiszter. Mindent megteszünk az ukránok jogainak védelmében, és mindenkit arra biztatunk, többek között a kisgyerekes családokat, hogy mi hamarabb térjenek haza, mondta az ukrán diplomácia vezetője. A témával kapcsolatban a külügyminisztérium vezetője arról tájékoztatott, hogy jelenleg csak nem 2 millió ukrán gyermek tartózkodik külföldön. Az ukrán-magyar határszakaszon 6490 ember lépett be vasárnap Magyarországra. A román-magyar határon belépők közül 6453-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, közölte az országos rendőrfőkapitányság hétfőn az MT-vel. A beléptetettek közül a rendőrség 356 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik fel kell keresniük az országos idegenrendészeti
főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért. A vonattal 784 ember érkezett Budapestre, tudatta az ORFK. A budapesti rendőrfőkapitányság azt közölte a polisz.hu oldalon, hogy a készenléti rendőrséggel segítik az Ukrajnából vonattal érkező menekülteket. A feladatokban támogatást nyújt a Budapesti Polgárőr Szövetség is. Az ukrajnai gazdák az idei szezonban már 6,5 millió tonna termést gyűjtöttek be, ami a várható mennyiség 10%-a, jelentette be Denis Smihál. A miniszterelnök hangsúlyozta, a kormány maximálisan részt vesz a mezőgazdasági szektor támogatásában. Több mint 40 milliárd hrivnya értékű kedvezményes hitelt hagytak jóvá eddig. Smihál arról is tájékoztatott, hogy Ukrajna felkészült a felhalmozódott gabona ideiglenes tárolására. Az újonnan beszerzett speciális konténerek körülbelül 10-15 millió tonna kalászos tárolását teszik lehetővé. Mint kifejtette, a kormány a mezőgazdasági termékek exportjának növelésén dolgozik, amely az ukrán tengeri kikötők blokkádja miatt esett vissza. Júniusban Ukrajna teljes exportja 3,2 milliárd dollárt tett ki, ez 20%-kal több, mint márciusban, de fele annyi a háború előtti mutatóknak, jegyezte meg a miniszterelnök. Továbbra is folytatódik a mozgósítás Ukrajnában, de ez csak bizonyos szakterületek képviselőit érinti, közölte Olekszij Reznyikov egy televíziós műsorban. A védelmi miniszter hangsúlyozta, hogy a hadseregben jelenleg minden szükséges pozíció be van töltve. Elmondta, hogy ha ma folyik is mozgósítás, az csak bizonyos speciális szakterületeket érint. Például Nagy-Britanniában kiképzési tanfolyamokat szerveznek az ukrán katonák számára, és lehetséges, hogy további szakembereket fognak keresni angliai kiküldetésre, lehetőleg angol nyelvtudással, magyarázta a miniszter. A toborzó központok természetesen továbbra is működnek. Reznyikov ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a hadköteles korú férfiaknak a behívót nem azért kézbesítik, hogy mozgósítsák őket. Elmondása szerint arról van szó, hogy egyesek lakóhelyet változtattak, és ezt nem jelezték az illetékeseknek. Ezért a behívó azt jelzi, hogy a hadköteles meg kell jelenniük a helyi toborzóközpontban, és fel kell mutatniuk az okmányaikat egyeztetés céljából. A tárcavezető ellenezte azt az elképzelést, hogy a behívókat büntetésként osztogassák valamilyen törvénysértés miatt. Kijevben az ukrán biztonsági szolgálat dolgozói letartóztattak egy hackert, aki ukrán bankok adatbázisát törte fel és eladta az onnan lementett adatokat. A férfi létrehozott egy speciális programot, amelynek segítségével hozzáfért a banki rendszerekhez. Az adatokat egy anonim internet felületre töltötte fel, melyet orosz különleges szolgálatok kezeltek. A házkutatás során számítógépet, bankkártyákat és mobiltelefonokat foglaltak le. Az ügyben folyik a büntetőeljárás, a vizsgálatok megkezdődtek. Lengyelország megváltoztatta a házi állatokkal való határátlépés szabályait. Az új követelmények július 25-én lépnek életbe. A rendelet értelmében Lengyelországba ezentúl a házi kedvencek behozatala abban az esetben lehetséges, ha az állat rendelkezik mikrocsip azonosítóval, érvényes veszettség elleni védőoltással, amelyet legkorábban a mikrocsip elhelyezés időpontjában végeztek el, valamint érvényes, európai normának megfelelő útlevéllel, amelyet az Állami Termelési és Fogyasztói Szolgálat állategészségügyi intézményei állítanak ki, és igazolja a fent említett műveleteket. Az Állami Termelési és Fogyasztói Szolgálat kárpátaljai főosztálya arról tájékoztatott, hogy a lengyel állatorvosi szolgálatok nem kérnek igazolást az állat egészségi állapotáról és a veszettség elleni antitest szint vizsgálatának eredményeiről. Nie.
Nina és Tom felnőtt, valamint gyermekkerékpárokat gyűjtött otthon Norvégiában, hogy a háború által sújtott ukrán városoknak ajándékozzák azokat. A gyűjtés eredményeként a közelmúltban 50 kerékpárral érkeztek Ungvára, amit a helyi Forza civil szervezetnek adtak át. A szervezet munkatársai megjavítják a kerékpárokat, és nem sokára Mikolaivba küldik azokat. Ebben a városban olyan pusztítást okozott a háború, hogy gyakorlatilag a kerékpár számít az egyetlen közlekedésre alkalmas eszköznek. A norvég jótevők 2 hónapon át készültek az ukrajnai látogatásra. A kerékpárokat otthon, a városunkban és a környező településeken gyűjtöttük. Facebookon és a helyi újságokban hirdettük meg a gyűjtést, megszólítván az embereket, hogy hozzák el nekünk az ajándékba szánt kerékpárjaikat. Ennek a kezdeményezésnek az volt az előzménye, hogy Svájcban egy konferencián találkoztunk Lesjával. Megkérdeztem tőle, hogy mire lenne szükségük, miben tudunk segíteni. Azt mondta, hogy kerékpárok kellenek a háború sújtotta városoknak. Így kezdtünk ezeknek a járműveknek a gyűjtésébe. Tom nemzetközi szállítmányozással foglalkozik, és nem először jár Ukrajnában. Mostani utunk során 2000 kilométert tettünk meg. Korábban is voltam már Ukrajnában, hiszen segélyeket szállítottam. Hogy féltem-e ide utazni? Indulás előtt érdeklődtem egy kicsit, és olvastam az itteni eseményekről, majd úgy döntöttem, hogy elindulok. De természetesen aggódtam is kissé. Lesja Lojko, a Forza civil szervezet elnöke elmondta, hogy a kerékpárokra a létfontosságú szolgálatok munkatársainak mozgásához és az önkéntesek munkájához van szükség, akik élelmet, vizet és higiéniai eszközöket visznek a rászorulóknak. Abban a régióban, ahol bombázások voltak, jelentős mértékben rongálódtak az utak. Nem működik a tömegközlekedés, és az üzemanyag ellátással is gondok vannak. Viszont a rászorulók megsegítésére szükség van, mint az áttelepültek, mint az idősek, mozgássérültek és fekvőbetegek esetében is. Valahogy el kell vinni számukra a vizet, az ételt és a tisztálkodási szereket is. A norvég önkéntesek kerékpáradománya része a Bikes for Ukraine akciónak. Van az interneten egy kérdőív, amelyet minden háború által sújtott kistérség kitölthet, és leírhatják, hogy mire van szükségük. Ez az információ a rendelkezésünkre áll, és így azt is tudjuk, hogy hova fogjuk küldeni ezeket a kerékpárokat. Nina és Tom megjegyezte, hogy odahaza maradt még 20 kerékpár, ami nem fér be a kis buszba, így elképzelhető, hogy folytatni fogják a gyűjtést. Az önkéntesek szerint Norvégiában nem nehéz kerékpárokat gyűjteni, viszont a szállításhoz szükséges üzemanyag költségét már nehezebb előteremteni. A Forza civil szervezetnél most azon gondolkodnak, hogy miként juttassák el a kerékpárokat Mikolaivbe, ahol a felnőtteken kívül a gyermekek számára is örömet okozhatnak majd. Kijevi tartózkodása alatt megkoszorúzta Petőfi Sándor szobrát Bacskai József, Magyarország ungvári főkonzulátusának főkonzulja. A diplomata a helyszínen találkozott Magyar Árpád István író tudóssal is, aki az elmúlt években megírta a Magyarok Kijevben című könyvet. Bacskai József a helyszínen azt mondta, Magyar Árpád hősként a legnehezebb időkben is kitartott az ukrán fővárosban. Miniszterhelyettes úr megbízásából eljöttem a Petőfi szoborhoz, aminek az átadásán ő személyesen jelent volt, és elhelyeztem a megemlékezésnek a koszorúját. Nagyon fontos, hogy megőrizzük a kijevi magyarok történeteit, történelmét, és most volt lehetőségem találkozni Magyar Árpád úrral, aki hősként a legnehezebb időkben is kitartott, és minden nap gondoskodott Petőfi szobrának a tisztántartásáról, megőrzéséről, és bizony-bizony az itt maradóknak elmondta, hogy mit keres itt Petőfi, mit keresnek itt a magyarok Kijevben, hogyan kerültek ide, és milyen sorsuk volt. És beszél a történelemről, az 1000 éves közös történelemről, amire sokszor az egyszerű ukrán emberek rácsodálkoznak.
Jótékonysági felkészülési labdarúgó mérkőzést játszott Debrecenben a magyar élvonalban szereplő DVSC az ukrán első osztályú Veres Rivne csapatával. A Loki nemes kezdeményezését a szurkolók is támogatták. A befolyt összeget az ukrán fél jótékonysági célra fordítja. Rivnében egy rangos és nagyszabású utánpótlás bajnokságot fognak szervezni, Veres Junior Cup néven, 9, 10 és 11 éves gyerekek számára. A debreceni csapat keresett meg minket, és felajánlották, hogy szervezzünk egy jótékonysági felkészülési mérkőzést. A jelmondat pedig az lett, hogy futballal a békéért. Mindannyian ismerjük a helyzetet, hogy hazánkban háború dúl. Ma a foci volt az, ami egyesítette az embereket. Jelenállás szerint az ukrán labdarúgó bajnokság augusztus 23-án fog elstartolni. Bízunk benne, hogy tényleg pályára léphetnek majd a csapatok. De tudjuk, hogy nem stabil a helyzet, semmire nincs most garancia, de minden csapat készül. Bízunk benne, hogy meg lehet majd rendezni az ukrán labdarúgó bajnokságot. Kusnyir Erik, a debreceni csapat védője, a 75. percben csereként lépett pályára. Kárpátalján született, ezért különösen fontosnak tartotta, hogy a jótékonysági meccs bevételéből tehetséges ukrán gyerekeknek szerveznek majd labdarúgó tornát. Csak pozitívat tudnék mondani erről, mert igaz, utolsó meccs, barátságos meccs, most már ezen felkészültünk a bajnokságra, a Kisvárda ellen, és örülök, hogy tudtunk győzni itt a hajrába. Egy jótékonysági meccs volt, igaz, ez egy jó dolog, amit tettünk, hogy tudtunk segíteni a Ukrajnába egy gyerektornát, mi azért csak boldogok voltunk, hogy hozzá tudtunk segíteni ehhez. A jótékonysági felkészülési mérkőzést a DVSC nyerte, a csapatkapitány Dzsuzsák Balázs 39. percben szerzett szépségdíjas szabadrugás góljával 1-0-ra. A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola aulájában ünnepélyes keretek között nyitották meg a Génius Jótékonysági Alapítvány 7. színjátszótáborát. A programra olyan fiatalok jelentkezését várták, akik érdeklődnek a színház és a színművészet iránt. Köszöntő beszédében Váradi Natália elmondta, a Jótékonysági Alapítvány nagy hangsúlyt fektet arra, hogy minél szélesebb körben biztosítsanak fejlődési lehetőséget a fiatalok számára. Ezért is szerveztek 12 különböző tematikájú tábort idén-nyáron. A színjátszó tábor iránti érdeklődést mutatja az is, hogy az 5 napos programra mintegy 60 kárpátaljai iskolás jelentkezett. Úgy gondolom, hogy a gyermekek fejlődése a legfontosabb, és az, hogy jól érezzék magukat. És a kultúrának a leghatékonyabb eszköze, a kultúra terjesztésének a leghatékonyabb eszköze ez a színház, hiszen a gyermekek meg tudják érteni, bele tudják élni magukat a egy-egy szerepbe, akár pozitív, vagy akár gonosz, akár jó szerepbe. A színház mindenre jó, egyfajta gyógypedagógia is, hiszen itt ki tudják adni most magukból azt a dühöt, vagy azt a feszültséget, ami most itt a Covid vagy a háború alatt fölgyülemlött bennük. És nagyon fontos, hogy egy időben, egy térben, egy közösségként megéljék saját önmagukat, és megértsék azt, talán könnyít nekik megérteni azt a helyzetet, amiben most belekerültek. De elsősorban, mivel Petőfi emlékév van, Petőfi szellemiségében zajlik majd a tehetséggondozás a tábor folyamán, de természetesen kommunikáció, színi mozgás és minden mást is, ami a színházhoz közel álló dolog, fognak tanítani a kollégák, akiknek ezúton is köszönöm a munkát, szülőknek a bizalmat, a gyerekeknek a sok élményt, amit adnak a hét során, és a magyar kormánynak a támogatást, ami nélkül nem valósulhatna meg egyetlen egy nyári tábor se. A táborban a fiatalok kis csoportos foglalkozásokon 3 szakember irányítása mellett sajátíthatják el a színjátszás alapismereteit. Mindez játékos formában, a korosztályoknak megfelelő módon történik. A hagyományoktól eltérően idén a táborozóknak lehetőségük nyílik arra is, hogy kipróbálják magukat a Beregszászi Színház színpadán is. Mindenképpen, minden éven úgy fogunk hozzá ehhez a munkához, hogy ne az oktatók, ne a foglalkozást vezetők kényszerítsenek
bele a gyerekeket például egy-egy helyzetbe, hanem mindig belőlük indulunk ki. Abból, ahogyan ők éreznek, abból, ahogyan ők gondolkodnak, abból, ami számukra fontos, vagy abból, ami nekik fájdalmat okoz, vagy örömet okoz. Így aztán úgy próbálom majd játékos módon, illetve úgy próbáljuk majd játékos módon Petőfi karaktereit, figuráit belehelyezni egy-egy jelenetbe, egy-egy történetbe, ahogyan ők talán egy 21. századi gyerek szemével látják ezt a világot. Úgyhogy ezen fogunk dolgozni a héten. Szeretném, hogyha a gyerekek belelátnának a színház úgymond működésébe, hogy hogyan lehet dolgozni a színpadon, hogy egy kicsikét lássák bentről a kulissza mögül ezt a varázslatot. Így aztán itt is fogunk foglalkozni, és majd későbbiek folyamán a színház színpadán is fogunk dolgozni. A magyar kormány támogatásával megvalósuló programon a fiatalok színi előadást is készítenek, amelyet a zárónapon a Beregszászi Színházban mutatnak majd be. Újabb jótékonysági futballmérkőzést rendeztek az ungvári járásban, ahol futballlegendák és sztárok mérték össze erejüket. A cél, mint korábban is az volt, hogy pénzt gyűjtsenek az ukrán fegyveres erők támogatására. Mindig örömmel jövök Kárpátaljára, mert úgy gondolom, hogy ez az ukrajnai futball egyik központja. Nagyon sok ismert nevet találhatunk, akik innen származnak, és a Dinamóban, valamint a Lvivi Kárpátiban is játszottak. Számomra ez egy érdekes rendezvény és jó lehetőség, hogy az egykori játékos társaimmal egy csapatban játszhatok. Ez öröm a számomra. A futball legendáknak az első félidő utáni eredmény is örömet okozott, hiszen 3-2-re vezettek. A játékidő első felében a szurkolók jóvoltából már 260 ezer hrivnyát sikerült összegyűjteni. A szünetben árverést is tartottak, ahol Andrei Jarmolenko mezét és rajta az ukrán futball válogatott tagjainak aláírását kínálták az érdeklődők figyelmébe. A mez végül 100 ezer hrivnyáért kelt el. Számunkra nagyon fontos ez a mez, úgy gondoltam, ha nem is sikerül nyernem a liciten, de legalább befizetésre kerüljön ez az összeg, mert ez most nagyon fontos a számunkra. A második félidőben tovább potyogtak a gólok, a szurkolók pedig növelték az adományokat. A mérkőzést végül a legendák csapata nyerte 8-7-re, de a sztárok egy percig sem szomorkodtak, hiszen a közös cél érdekében léptek pályára. Véleményem szerint a legfontosabb a közös cél, ami miatt összegyűltünk. Azért játszottunk, hogy biztosítani tudjuk a harcosaink számára azt, amire szükségük van. Én is kétszer jártam Donbászon, és jól tudom, hogy mire van szüksége a fiúknak a fronton. A közös összefogás révén összesen több mint 1 millió hrivnyát sikerül gyűjteni a jótékonysági mérkőzésen, amiből a tervek szerint járműveket és hőkamerákat fognak vásárolni a fegyveres erőknek. A Rákóczi Főiskola felvételt hirdet az alapképzésben óvodapedagógia, tanító, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, kémia, informatika, pénzügyek, bank és biztosítás, turizmus, számvitel és adóügy, valamint magyar-ukrán-angol-német szakra, míg a mesterképzésen magyar-ukrán-angol-biológia, számvitel és adóügy, földrajz, történelem és régészet, matematika, tanító és oktatási intézményvezetés szakra. 2022-ben a Főiskola tanári szakjára csupán motivációs levél benyújtására van szükség a jelentkezéshez. Az alapképzésre július 29-e és augusztus 23-a, mesterképzésre augusztus 16-a és szeptember 15-e között. További információk a www.kmf.uz.ua honlapon.